Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Deli Kinga vagyok. Feltűzték a szalagokat a II. Géza gimnázium végzőseire. Az iskola vezetése úgy határozott, nem kockáztatja meg, hogy a vírusjárvány miatt idén elmaradjon a hagyományos ceremónia, így előre hozták a szalagtűzöt. Sümegi József igazgató azt mondta, a hagyományok megőrzése adja a folyamatok gerincét az iskolában és a magánéletben is, ezért döntöttek az előrehozott ünnepség mellett. A tanévben 49 végzőse lesz a bátaszéki gimnáziumnak. Az évszámok visszatekintenek, kifejezik a diák éveiteknek, legalábbis a gimnáziumban, a középiskolában töltött diák éveiteknek az évkörét, a színe pedig, ahogyan említettem, a felnőtté válásra akar figyelmeztetni benneteket. Igen, a szalag megjelöl, kifejez és figyelmeztet is. Bár a hagyományok szerint a szalagtűzőket a második fél év elején, valamikor január-február tájékán szokás rendezni, de a vírusjárvány arra is megtanított mindenkit, hogy a lehetőségeket akkor kell kihasználni, amikor azok megérkeznek. Az, hogy a jövő év elején milyen vírushelyzetet kell megélni, beláthatatlan. Így a II. Géza gimnáziumban úgy döntöttek, nem kockáztatják, hogy a búcsúzó negyedikesek elessenek egy élménytől, előre hozták a szalagtűző időpontját. A diákoknak ez, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos esemény, hiszen akik a célegyenesbe érkeztek, és erről fogok beszélni majd az ünnepi köszöntőmben is, hogy akik a célegyenesbe érkeztek, azok számára most minden erejüket össze kell szedni, és koncentrálni kell arra a feladatra, ami előttük áll, hiszen az életben az első nagy megmérettetés, ezért mégiscsak az érettségi vizsga, én úgy gondolom. Ezért most azt a gondolatot próbáltam megfogalmazni, hogy milyen fontos az ember életében, és ez az embernek az egyéni életében is mindig együtt van, hogy a tradíció, a hagyomány, annak megtartása, hogy a diák élethez hozzátartozik a szalagtűző is, és tulajdonképpen ez ad az egyéni életünknek is egy vázat, hogy valamilyen formában azért ragaszkodunk a tradíciókhoz, ugyanakkor az embernek improvizálnia kell. Nagyon sokszor az adott helyzethez kell igazítania a mindennapjait, és most így van együtt ebben a helyzetben is a tradíció és az improvizáció, és bizony ez sokszor az ember életében is így jelentkezik, és hát így kell ezt elfogadnunk. Érzőszívű pedagógus nem akarja még egyszer látni végzősein azt a csalódottságot, amit a tavalyi esztendő okozott, hiszen nem lehetett a hagyományokhoz ragaszkodva bálozni és föltűzni a végzősök szalagját. Nagyon várták azt, hogy valamilyen formában azért mégiscsak lesz rá lehetőség, és az, hogy egy osztályteremben, egy órában ezt feltűztük, és ennek semmiféle ünnepélyes formája nem volt, ez valahol azért én azt gondolom, hogy hiányérzetet hagyott bennük. A mostani végzősökben nagyon láttam a készületet és az igyekezetet. Ők teljesen elfogadták azt a felvetést, amikor ezen gondolkodtunk még a tanév rendjének az összeállítása kapcsán, hogy hozzuk ezt lehetőleg annyira előre, hogy tényleg ez ne legyen még korlátozások között megvalósítva, és nagyon-nagyon készültek. Talán ennek még egy olyan előnye is van, hogy előbb túl leszünk ezen, hogy ezután már tényleg akkor az érettségére való készülés és az érettségvizsgára lehet minden energiát fektetni. A gimnázium 49 diákja viseli mostantól a végzést jelentő kis szalagocskát. A tűzés előtt mindkét osztály kis műsorral színesítette az estét. És persze az elmaradhatatlan báli nyitó táncra is sor került, melyre oly sokan készültek a végzősök. Thank you.
Ismét megtelt a bátaszéki sportcsarnok az idei királyi gasztronómia esten. A vendégek többek között a városban élő népcsoportok hagyományos ételeit és a helyi civil szervezetek finomságait kóstolhatták meg. A vacsora bállal zárult. A szervezők elmondása szerint a program egyik célja, hogy felelevenítse és megőrizze az egyes nemzetiségek hagyományait, szokásait. Tejfölös csirke, töltött káposzta, csülkös pacal, ilyen és ehhez hasonló ételeket kóstolhattak végig azok, akik részt vettek a bátaszéki királyi gasztronómiai esten. A környező népcsoportok hagyományos ételeiket, illetve a helyi civil szervezetek a kedvenc fogásaikat szolgálták fel II. Géza királynak és Eufrozina királynénak. A királyik egy kisugárzása folytán megkülönböztetett szeretettel köszönti Cikábor, avagy más néven Székmezőváros, tekintetes bíráját és esküdjeit, valamint azon nemes urakat és hölgyeket, akik most együtt ünnepelnek a királyi felséggel és az ország karjaival, rendjeit. Több évtizedes hagyomány bátaszéken a királyi gasztronómiai est. Két évente októberben megrendezzük a királyi gasztronómiai estet. II. Géza feleségével, Eufrozinával és a csökkentett udvartartással megjelenik, és fogadja a hódulatot, illetve azokat az étkeket és finomságokat, desszerteket, főételeket, nedűket, amelyeket a bátaszékiek kínálnak kóstolásra a mai este folyamán. Két évente kerül megrendezésre a királyi gasztronómiai est, amikor is a bátaszéki civil szervezetek, egyesületek, nemzetiségi csoportok vagy hagyományőrző együttesek idejönnek a sportcsarnokba, és a rájuk jellemző vagy számukra kedves ételeket sütik, főzik meg, mutatják be, illetve kóstoltatják meg az ideérkezőkkel, és ez mindig hatalmas érdeklődésre tart számot. Nagyon nagy az érdeklődés, hetek óta várják a bátaszékiek, és mindazok, akik már voltak ezen a rendezvényen, hiszen itt a különböző levesektől kezdve, a kraut und knedlin át a sült malactól kezdve a rétesekig, rengeteg isteni ételt lehet kóstolni, és nem mellesleg bállal zárul az este, úgyhogy bízunk abban, hogy mindenki jól fogja érezni magát. A program egyik célja, hogy felelevenítsék, megőrizzék a hagyományokat, illetve a fiatalok betekintést nyerhetnek az idősebb generációk étrendjébe. Nagyon sok mindennel készültünk. A székelyek jellegzetes étele az a töltött káposzta, a galuska, ahogy mi mondjuk, de emellett még számtalan étel, tejfölös csürkét, édességeket, almáskalács, túróskalács, kutbankölt, kifli, ami egy nagyon különleges étel, mindenkinek kóstolni, meg kell kóstolni. Nagyon finom pálinkákat hoztunk, nagyon finom borokat hoztunk. Nagyon jó, megismerjük egymás ételeit, egymás kultúráját, közelebb kerülünk egymáshoz. Több étellel készültünk. Főételként készítettünk Saurez Tamplódlival, és ez egy nagyon jeles alkalom, hogy ezt elkészítettük én is. Mivel ugye ez sok felsőséget tartalmaz az étel. Az ötlet onnan ered, hogy Bátaszék egy több nemzetiségi település, és minden népcsoportnak megvan a saját ételkultúrája. Ezt szerették volna megmutatni a szervezők. Kezdetben a művelődési ház adott helyet a rendezvénynek, majd átkerült a helyi általános iskola ebédlőjébe. Napjainkban pedig már a nagy érdeklődésre való tekintettel a Kalász János városi sportcsarnokban rendezik meg a programot. A svábságnak a jellegzetes ételeivel, a Saurezzal, ami belsőségből készült pörköltféle, egy kicsit ecetesen behabarva, hozzá kertgombóc minden mennyiségben, aztán töltött káposzta van, káposzta kertgombóccal, a Kraut und Knedlin, és akkor mit hoztunk még? Disznónyelv van, sauripriver, minden szinte savanyúság, de hát ez jellemző. És mindenféle süteményeket hoztunk, rétest, diós mákos, illetve túrós és mákos rétes van, diós mákos kalács, csörögefánk, sós kifli és a lakodalmas fánk.
ezeket hoztuk nagyjából, azt hiszem kuglófot sütöttek az asszonyaink még. Úgyhogy mindenféle finomság, bor, pálinka, mindenki jól érezheti magát. Én a kelt gombóc a káposztával, én azt szeretem igazán. A hagyományos fogások mellett a reformkonyha íze is a maradtak le a terítékről. A férjemnek a családja, ők felvidékiek, és most már én szoktam képviselni a főzést. A mi családunk kacsát sütött, illetve van nekik egy felvidéki étkük, a takart, ami tulajdonképpen egy káposztás étel, csak nagyon pici gombócokból készül, és egyenként van bebugyolálva. A süteményeket, amit mi hoztunk, a mi családunk, az a diós halmocska, ez szintén egy felvidéki ottani étel, sütemény, és a kisasszony remeke. Nagyon örülök neki, mert én is azért tanultam meg a kacsát sütni, illetve a takartot elkészíteni, mert a férjemnek a szülei azok ezt szerették, és önálluk ez kimondottan csak egy ünnepi étel volt. Tehát ezt nem főzték hétköznap, akármikor, hanem csak a nagybetűs ünnepekkor. És én ezzel próbálom kicsit tisztelegni az ő szokásaiknak is. És ha mégis húsra fájna a foga, csupán némi nemes szárnyas jöhet szóba. Amiről tudtam, hogyha megválasztanak, az a felvonulás lesz. Nekem erről fogalmam se volt. Én ezt ezen a héten tudtam meg, hogy nekem ide el kell jöjjek, és ide ki kell üljek, és mindenki engem fog nézni, miközben eszek. Persze, jó érzés. Én ennek örülök összességében. Tartozik ehhez a privilégiumhoz, de számítottam rá, igen. Jól érzem magam, nagyon jól. Tetszik, hogy ennyien összegyűltek és főztek, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek. A hagyományokhoz híven a királyi vacsorát Bál követte. 10. alkalommal tartottak mini rockfesztivált. A Rock City egy több zenekaros rendezvény, ami Bátaszékről indult. Az eseményen a különböző műfajokat képviselő fél amatőr és amatőr zenekarok kaptak lehetőséget tudásuk megvillantására és saját maguk népszerűsítésére. Újra immáron 10. alkalommal került megrendezésre a Cicádor Rock City Fesztivál. Az első ilyen rendezvényre 2014-ben került sor, amikor is Egle Károly Kende, öccsével Egle Gyula Koppánnyal maguk köré gyűjtöttek néhány feltörekvő zenekart, és önerőből, illetve a zene iránti szeretetből megrendezték az első mini fesztivált. A kezdetek óta számos zenekar kapott lehetőséget ezen a rendezvényen, amit már Bátaszéken kívül Pécsett is megrendeztek a fiatalok. Ez egy fél évente megrendezésre kerülő ilyen Tolna megye és környékbéli megyéket gyűjtő amatőr, félamatőr, rock, metal, alter fesztivál, és egy átlagosan, ugye hát ez fél évente kerül megrendezésre, és minden alkalommal egy ilyen 6-7 ilyen zenekart hívunk, jelentkeznek, és akkor ők jönnek zenélni. Alapvetően a környéken nem nagyon van rendszeres ilyen könnyű zenei rendezvény, és még jó pár évvel, egy olyan 5 évvel ezelőtt az Idióták zenekar, aki bátaszéki gyökerű, ők többször játszottak az Iparos Kávézóban, és így gyűltek mindig előttük, utánuk a zenekarok. És akkor ezt így össze lett foglalva egy ilyen kisebb fesztivál névre, és hát is ez alakult úgy, hogy most már fél évente rendszeresen megrendezzük pontosabban, és mindig más zenekarok, régebbiek visszatérnek, sok új ember néző jön, és haladunk előre.
délután per este 6-tól indul a mulatság, és akkor az eltart egy olyan hajnali 2-ig, kb. Fél 2-ig, és alapvetően óránként váltakoznak a zenekarok. Most a mostani zenekarok közül van komlói zenekarunk, vannak pécsi zenekarok, van ugye bátaszéki, őcsényi, és nagy vonalakban így ennyi a mai este. De alapvetően szoktak jönni még Szekszárd környékéről, volt, hogy Dunai városból és Dunaszekcsőről, szóval így a környékbeli megyékből így alapvetően összegyűjtjük az olyan amatőr zenekarokat, akik szívesen eljönnének. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!